Szervusztok, Bulomar Tamás vagyok. Számomra úgy ez a formátum, először vagyok itt, eddig nem startupokban, hanem multinacionális cégekben dolgoztam. Befektetési bankár voltam az életem nagy részében, kereskedelmi rendszereket fejlesztettem, és közben volt egy második életem, amivel olyan technológiákkal foglalkoztam, amik közvetlenül összekötődnek a finance-szal. Régóta érdekelt a kriptográfia is, és körülbelül 2 évvel ezelőtt elkezdtem foglalkozni a bitcoinnal. Először hobbiként, és amikor most a WordPress bejelentette, hogy elfogadja a bitcoin fizetőeszközként, akkor úgy tudta, hogy elérkezett az időpont, hogy egy startupot indítsak, és a startup nevét az említem, azt mondták, az üzleti modellről nem beszéljek, Bitsoft Proof-nak hívják, a termékről sem beszéljek, ezért valami általánosságot próbáltam összerakni ezeken a szlájdokon. Tulajdonképpen a bitcoinról sok téveszme van, szerintem ez rossz irányba ment. Főleg itt megpróbáltam a technikai oldalát megvilágítani. Feasible egyáltalán, hogy a bitcoin rendszer a fizetési szolgáltatásokat átvegye világszerte. Ez körülbelül milyen lódot jelentene, hogyha ezt meg akarná valósítani. A dolognak az a lényege, hogy körülbelül, ha összehasonlítjuk az, hogy mit csinál a Visa pillanatnyilag, az olyan 2000 tranzakció per szekundummal dolgozik. Tehát, hogyha mi ezt el akarnánk érni, akkor végig gondolva, hogy mi az, milyen módokat igényel. A CPU oldalon a bitcoin algoritmusai, gyakorlatilag a blokkok validálása nem egy nagy ügy, gyakorlatilag negligible. A signature validáció pedig egy közönséges mainstream számítógépen is 8000 validációt el tud csinálni másodpercenként, tehát valószínűleg a CPU-val nem lesz problémánk. A network oldalon, ha ugyanezt a tranzakciót számot, ezt a 2000 tranzakciót szekundumunkat nézem, akkor az kb. 8 MB per szekundumos throughputot jelent, ami megint gyakorlatilag egy kék, tehát ezzel sem lesz igazán gond egy egyszerű számítógépnél. Az egyetlen, ami tulajdonképpen problémát fog okozni, az a storage. És a storage-t, hogyha ugyanezt felvetítem, ezt a throughputot, akkor az 2 TB havontát jelentene. Ettől ma azért még nagyon messze vagyunk, tehát pillanatnyilag a hálózat ilyen kb. 1 kilobyte per szekundumos blokk sebességgel fut. Ami tulajdonképpen a limitet jelenti, az nem is igazán a tárolókapacitás mennyisége, hanem az a working set, amivel szemben ellenőrizni kell a tranzakciókat. Ezt úgy nevezzük az UTXO, tehát az Unspent Transaction Output. Ez az UTXO, ez pillanatilag még egy memóriában is tárolható és feldolgozható mennyiséget jelent, néhány száz megabajtot, viszont ennek a növekedése várhatóan exponenciális lesz, főleg a Colored Bitcoinok bevezetésével, amin én dolgozom többek között. Ennek az lényege az, hogy a bitcoint újraindítettetek nem csak fizetőeszközként, hanem bármilyen jognak vagy fizikai dolognak a proxyaként. Ha ez megtörténik, és ennek emiatt a bitcoinokat tovább osztják, akkor eljuthatunk egy ilyen kb. 1 terabájtos nagyságrendű UTXO setre, ami már nem fog beférni a RAM-ba, de egy NoSQL-el még egész jól használható. Én pillanatnyilag LevelDB-vel dolgozom, ami nagyon jó teljesítményeket mutat. A másik probléma a teljes blockchain-nek a keresgélése, a transaction history feldolgozása. Erre 2-3 gondolat az, ami most épül. Az első 2 az, hogy specializálódnak a nódok, tehát pillanatilag minden nód, minden a teljes tranzakció történetet ismeri. Erre tulajdonképpen nincs szükség, elegendő az is, hogyha a nódok egy snapshotról indulnak, és onnan kezdődően archiválják a tranzakciókat. A pruning intelligensebb megoldása, ami még lehetővé teszi a tranzakciók validálásának is bizonyítását. És harmadikként megemlíteném a Bloomfield scant, amit az én implementációmban használok, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden blokkhoz hozzárendelek egy Bloomfiltert, ami egy ilyen egész jó valószínűséggel megmondja, hogy amit keresek, az abban a blokkban benne van-e vagy nem, és ezeknek a Bloomfiltereknek a végigfutása után iterál csak bele az egyes blokkok, és az egész jó query performance-ot ér el. Körülbelül ennyi, amit el akartam mondani. Inkább kérdésekre várnék. Igen?
lehet, hogy egy kicsit túl technikai kérdés, de azért tényleg el, hogy ha bármilyen ilyen feltételes fizetés vagy ilyesmit akarok megvalósítani, arra a Bitcoinban ugye benne van a script, viszont van most egy olyan korlátozás, hogy a relay-ek azok csak ilyen szabványos scripteket továbbítanak, tehát csak olyan tranzakciókat, amikben ilyen jó közismert scriptek vannak, és abból nincs olyan sok. És én valahogy nem látom, hogy ebből hogyan lehet megkitörni. Tehát hogy lehet meggyőzni relay-eket arra, hogy nekem itt van egy tök nem, ez a restriction valóban ott van, de itt nem erről van szó Color Bitcoin esetében. A Color Bitcoin-nál kapcsolatban, hogy általában, hogyha mondjuk meg akarunk valósítani egy olyan dolgot, mint mit tudom én, egy hitellevél, vagy valami ilyesmi, hogy a pénzügyi eszköz. Most egy tranzakció maga az akkor is érvényes, hogyha nem megy át a reléken. Hogyha én most valóban fel akarok építeni egy olyan operációt, amelyik ilyen különleges tranzakciókat épít, akkor valószínűleg fölvenném a kapcsolatot egy olyan mining pool-al, ami nekem ezt beépíti. Tehát egyáltalán nem szükségszerű az, hogy nekem a reléken keresztül kell mennem. Megkérdeztetem, hogy mi az a jelző, amit a Bitcoin elé teszel, amikor mondod, hogy azzal foglalkozol? Colored, színezett. És mi volt, mert nem értettem azt a mondatot egészen, hogy mi az, ami ez különbözik a normál Bitcoinból. Nézd, a Bitcoin alapvetően egy rendszer, ami egy konzenzust hoz létre egy adatbázis tartalmán. Gyakorlatilag erről van szó, egy disztributív adatbázis tartalmán. Ebben az adatbázisban a unit of account az gyakorlatilag a Bitcoin. Ezt most pillanatilag fizetésre használjuk. Tehát azt mondjuk, hogy ha én átadok neked egy ilyen unitot, akkor ez egy fizetőeszköz. De tulajdonképpen ezek logikai unitok. Tehát, hogyha én beszínezek logikailag egy bitcoint, és azt mondom, hogy ez most kék, és ez nem azt jelenti, hogy ez egy bitcoin, hanem ez azt jelenti, hogy ez egy sör, akkor ha én ezt átadom neked egy tranzakción keresztül, akkor te tőlem egy sört kaptál, legalábbis egy ígéretet tőlem, hogy adok neked egy sört. És segítené nekem megérteni azt, hogy ez a való világban mire lesz használatos, mert a Bitcoint azt valamennyire értem, azt gondolom, hogy ez egy fizetőeszköz. Miért jó, hogyha virtuálisan kapok egy sört? Tehát, hogy mire jó az a Color verzió? A Color verzió azért érdekes, mert lehetővé teszi a kereskedés külső auditálását, épp úgy, mint a fizetés külső auditálását. Lehetővé teszi például a kereskedés, a settlement, tehát a nem tudom, hogy túl sokáig volt a befektetési settlementnek a létrehozását, tehát hogy kicseréljek valamit valamire atomikusan, anélkül szükségem legyen intermediára, aki ezt megcsinálja nekem. Uh-huh. Tehát, hogyha én például csinálok egy olyan tranzakciót, aminek az egyik bemenete egy kék bitcoin, ami egy sört jelent, a másik bemenete az az egy bitcoin, amit fizetek a sörért, akkor a tranzakciónak a kimenete gyakorlatilag ugyanennek a fordított sorrendje lehet, és az egy tranzakció, ez atomikusan megoldja azt, hogy ez a két dolog kicserélődik. És az a rendszer, amiről beszélsz, az tartalmazza azokat az egyezményeket, hogy a különféle színezett bitcoinok azok mit tartalmaznak, vagy azok a feleknek a megállapodása? Ezek az egyezmények, ezek a protokoll fölött vannak, tehát ez a felek okay. megegyezése. Tehát én úgy tekintek a bitcoinra, mintha a bitcoin egy HTTP protokoll lenne. Tehát az internetet is arra találták ki, hogy e-maileket küldjenek, aztán ott valaki leesett a tantusz, hogy emberek erre nagyon semmilyen más lehet építeni. Pontosan ugyanerről van szó, a bitcoin egy fizetőeszközként kezdtük el fejleszteni, de hogyha fölismeri az ember azt, hogy ez gyakorlatilag egy disztribútált központ nélkül adatbázis konzenzusát éri el globálisan, akkor ennek nagyon sok felhasználási lehetősége van. Például beépíthetem egy kulcsba is, egy autókulcsba, hogy ez akkor indítja be az autót, hogyha ebbe a kulcsba benne van egy kékszínű bitcoin. És akkor a bitcoin ennek a jognak az átruházását egyik emberről a másikra, vagy egyik bérlőről a másikra el tudom intézni egy bármilyen tranzakciónál bárhonnan. Tehát ezt mondjuk úgy hívják, hogy smart property, de vannak nagyon sokkal több ilyen... Bocsánat. Én ezt a gondolatot szeretem először kérdezni, hogy gyakorlatilag egy ilyen disztribútált vonaladatbázist építesz a bitcoinokra azáltal, hogy megszínezed. Nem, a bitcoin maga az egy disztribútált adatbázis. Azzal megvagyok, köszönöm. Tehát a kérdés, hogy te például a bizonyos coinokat, és annak az adott coinnak adsz egy specializált tulajdonságot, és ezt az adott coin adat átadása, átvétele, a jog átadása, átvételét jelentik, pont az autóval kapcsolatban nálam a képköltös könyv, akkor megvezetem az autót, átadom neked, akkor valamit nevezetem. Igen, és az a gyönyörű, hogy ez olyan, mint egy földhivatal, tehát bárki belenézhet ebbe a blockchain, hogy megállapítsa, hogy kinél van ez a tulajdonjog. Tehát, hogyha beszíneztem egy bitcoint, akkor akárhány tranzakcióval később is meg tudom állapítani, most kinél van. Tehát akkor ez egy ilyen
van egy utolsó kérdés. Igen. Igen, itt bocsánat. Hogy amikor erről a technológiáról beszélsz, és ezt a felhasználást nézzük, akkor várhatom-e ezt a, és mondjam, a mostani meglévő Bitcoin network-re építeni ezeket a felhasználásokat, vagy inkább várhatok azt, hogy majd sok ilyen privát Bitcoin network létesül? Mind a kettő várható. Először is első lépésben ez a technológia csak egy logikai layer a létező Bitcoin hálózaton belül. De annak is van legitimitása, hogy létrejöjjenek olyan altchainek, tehát olyan hálózatok, amiknek saját mining capacity-jük van, és csak egy bizonyos céllal foglalkoznak. Én biztos vagyok, hogy a Bitcoin egy alap technológia, ami szét fog nyílni ezekre a lehetőségekre. Köszönöm szépen!